A Magyarországon maradt rezidensek ezentúl havi plusz nettó 100 ezer forintot kapnak majd a kiszélesedett ösztöndíjprogramban. A szeptember 1-től frissen szakvizsgázó orvosok január 1-től szintén havi nettó 100 ezer forint támogatást kapnak. Ehhez azok is hozzájuthatnak, akik régebben szakvizsgáztak és ösztöndíjasok is voltak. Sajnos azok, akik régebb szakvizsgáztak, de nem voltak ösztöndíjasok, akár én is, mi nem fogunk kapni. Erre szokták mondani, hogy ez bérfeszültséget szül. Nyilván ilyen érzete lehet az idősebb kollégáknak, csak ne felejtsük azt az egyszerű tényt, hogy azért, mert valaki többet kap, a másik nem fog kevesebbet kapni, és bízunk benne, hogy a jövőben ez a folyamat folytatódni fog, bízunk benne, hogy markánsabban, mert nem hiszük, hogy ez azért minden problémára megoldás jelent, magyarul, hogy a betegeket megfelelő számú orvos és ugye nővér fogja fogadni a jövőben. A fő munkáltató ezen túl egy állami szerv, az egészségügyi nyilvántartási és képzési központ lesz. Ez a változás azért is fontos, mert van olyan kórház, amely eddig azért nem vett fel rezidenst, mert nem tudta kigazdálkodni a bérét. Így mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy Magyarországon dolgozzon. A rezidensek tekintetében, hogy említettem, vállalni kell, hogy amennyi ideig kapták az ösztöndíjakat itthon marad Magyarországon, vagy részállásban, nyilván az idő az így nyúlik, és nem fogadhatnak el hálapénzt. A szakorvosok tekintetében nincsen ilyen jellegű vállalás. A kezdő orvosok mentorainak havi bére 30 ezerről 50 ezer forintra nő rezidensenként. Egy oktatónak azonban maximum 3 rezidense lehet.